Csácsumi csőt ezt a csokoládét! Sziasztok gyerekek! Üdv a csatornán! Képer jelentkezik a következő 7 Days to Die videóval. Szerintem az egyik legérdekesebb nap elébe fogunk nézni, ami a sorozat életében eddig előfordult, mert egy csomó mindent kell csinálnunk. Először is, amit kellene csinálnom, majdjátok ezt leszkreppelem, berakom a fába, minél kevesebb szar legyen nálam, az üvegeket berakom ide, beindítjuk a kazánokat, ugye már be van pakolva minden, turn on, ez az. Szinte be akar a játék, gyerekek, ahogy föl izzanak a kazánjaim, a kohóim, és elkezdik égetni agyba főbe a különböző alapanyagokat, és ugye az egyik kazánt azt nem csak hogy beindítjuk, hanem neki állítjuk már is acélgyártásra, mivel rengeteg acélra van szükségünk. Ugye 28, azért mondtam, hogy a legérdekesebb napnak nézünk elébe valószínűleg, az eladó cuccokat, azokat vigyük, mert egy az, hogy fog jönni nekünk egy zombi hordánk, és ezen kívül még ráadásul az fog történni, meg kéne javítanom a cuccaimat, ha már egyszer nem, amik így nagyon le vannak amortizálódva. Ráadásul ki fogunk próbálni egy olyan metódust, ami még nem biztos, hogy működik, tehát el fogjuk készíteni a fénykürtőket a kertünkhöz, ugye, hogy legyen, fényhez jussunk gyakorlatilag. Ugye ezeken a pontokon, például itt a bedrollnál, és azon a ponton, és azon a ponton, azon a ponton lesz egy-egy rácson be szűrődő fény, ahol ugye itt a hegy mélyébe próbálunk ilyen trükkel növelni növényeket. Hát reméljük, hogy sikerülni fog, nem vagyok benne biztos 100%-ig, de azért bizakodjunk. Oké, srácok, várjál már! Ugye jó lett volna a garázsajtot berakni, tök jó, ilyen feelinges lett volna. De nem rakunk, hanem azt fogjuk csinálni, hogy nekiindulunk. Ugye elvileg ma fog resetelődni, rakjunk el egy kis időt. Rakjunk már el egy kis kötszert, mert attól mindig parázik a képer, hogyha nincs nála. Ezt ide rakom, és mi szokott itt lenni nálam? A közszer például ugye, a gyógyszer. Ja, meg kellene szereznünk majd klét is, úgyhogy annak is neki fogunk állni. Jó, ez akkor itt csak égjenek. Nézzünk meg valamit. Még 38-at kiéget, 102-et, addig upgrade-eljük fel a meglévő dolgokat. Meg még van 9, úgyhogy 111 darab blokkot fel tudunk upgrade-elni. Ami azért nem is annyira kevés. Na nézzük, egyáltalán mi van itt, mi folyik itt gyöngyösen? Nincs itt senki. Azon gondolkozok egyébként, mit lenne érdemes most. Hát valószínűleg, hogy folytatni kellene ezt a rácsodást. Remélem, hogy nem pont ott fogják kiütni. Hogy ott fogják ütni, ahol csak a beton van még elkészítve. Már nem sok kellene, úgyhogy még estig meg lehetne oldani azt, hogy végezzünk. Hát nagyon bízok be, hogy meg is fog oldani. Iszonyat mennyiségű a cél kell egyébként, azt láthatjátok. Na, 3 óra 1. Lassan is tudnék indulni szerintem. Ugye akkor a traderekhez fogunk elmenni. Hát keményre veszük a figurát, aztán elindulunk, később akkor meg még a motorra is fel fogunk pattani. Várjátok, a motorhoz veszek, hozok üzemanyagot, mert lehet, hogy nincs. Az egyéb craftba. Ennyi üzemanyagunk van? 10 000 darab? Hol raktuk? Elhasználtuk? Mi történt vele? Mint hogyha több lett volna, vagy el is használtam ki, tényleg, vagy hova, hogy mit műveltem. Jó, először akkor gyarokszerrel, elmegyünk ehhez, ez van a legközelebb, de várjál, hiába megyek 4 órakor, mert... Hiába megyek 4 órakor,
Az a nagy probléma, hogy 6 órakor nyit, úgyhogy lehet, hogy a távolihoz kellene menni, addig meg esetleg vadászunk, meg lootolgatunk. Mert ugye 6-kor nyit, úgyhogy a közelihez nem érdemes menni. Inkább menjünk el a távolihoz, amíg odaérünk, addig esetleg vadászunk egy kicsit. 6 órakor kinyit, akkor... Jó. Ja, hogyha 6-kor kinyit, akkor ugye visszafele még viszont tudunk jönni. A nagyon fontos, hogy vegyünk kaját. Nem megyek motorra, mert minek. Hát ott meg kellene jelölnem magamnak. Ez az, ugye? Ja nem, hülye vagyok. Ez az. Mindenképp az úton fogok menni, úgyhogy az... Szép, vegyes, vaspálya, kipödötek. Igen, elmegyünk az útig, és az úton fogok menni. Ezek rendesen hátra löki a ide, a zombit az a lövedék. Imádom, imádom. Meg azt nagyon szeretem, mert tényleg, hogy vissza tudod szedni a lövedéket. Jó, hát haladjunk. Esetleg látunk valami élőlény közel környéken. Ja, most világítok lámpával minden, úgyhogy elég bátor vagyok. Azért egy kisebb horda szerintem simán begyalulna. Közben utolgassunk. Jó, Tiszklé! Hát tudja, hogy mire vágyunk. Pont ugrott vele. Miért ugrálnak ezek? Valamit éreznek előttük, aztán amiatt. Ott egyébként a bal oldalt, hogyha megnézitek a térkép szélét, ott van a havas rész. Nincs olyan rohadt messze tőlünk. Hú, hogy gyaros se, vegyem meg. Zombi horda után meg megpróbálunk ide csalni egy csomó zombit, azzal, hogy tábortüzeket gyújtunk a bázisunk körül, jó? Nem, hát fölveszem a homokot, maximum kidobáljuk majd. Ilyen szemetesekben egyébként nagyon gyakran előfordulnak ilyen magok. Huszonnyolcadik nap, nem ma lesz a izé? Ma lesz az airdrop is, az is azt hiszem 3 vagy 6 naponta van az, 3. Annyit csináltam, hogy... Akkor azt kell csinálni, hogy nagyon gyorsan odébb állsz, és hogyha meg is hallott a zombi, a lövés, akkor látni nem látnak, hanem oda mennek a... arra a helyre, ahol na, hallották a lövést, úgyhogy ezzel így lehet így trükközni. Ennyi felugnunk a motorra, csak nem akarom ide csőríteni addig a madarakat meg mindent. 4 órakor. Na, bőven ráérünk. Viszont ami kinyit a trader, ott ugye tudunk rengeteg klét szerezni. Azon a része, hopp, adjuk. Belefutott. Na jó. A késő, az volt szokott itt lenni. Elég bátrak vagyunk már, nem gyerekek? 57. Ezt a 2000-t megnézzük. Tojás legyen, nincs tojás. Figyeld, 58. Egy zombi. Két zombi. Valahogy rendesen... Rendesen akar. Olyan gyorsan megyünk meg, írtunk.
Nagyon kemények vagyunk. Jó, de menjünk már a motorral, mert így nem leszünk előbbre semmivel. És akkor ott meg majd tudunk szedni egy kis klét. Na! Csapjuk neki! Tényleg nem... Sok beszédnek sok az alja, ugye? Szokták mondani. Ezen az úton végig, ott az mi? Ott egy kutya. Most viszont ki kellene nyírni. Azon gondolkoztam, át tudok előni a lába között, hát el tudtam. És most raktam ki a késem. Egyébként abban a pillanatban, amikor kirakod a késet, biztos, hogy jön egy ellenség, amit meg kéne nyúzni. Ugye? Gyorsan, ne húzzuk az időt, mert ma még zombi oda is jön maga. Na persze. És mostantól el kell kezdeni ezeket nyújtni. Mert kell a hús. Kell a romlott hús. De egyébként meg kell néznem, hogy zombiból nem jön. Majd megnézzük? Nem, ezt tök nem tudom. Mindjárt kiderül. Nem? Még. Azt hittem, hogy jön belőle, de úgy látom, hogy nem. Tényleg húzzunk már bele, bazze. Sörét. Na, nyílgáz. Kapjuk ki egy kerékre, hadd menjen. 800 méter. Végignézzük az összes tradert. Elvileg mind a háromnál bereszetelődött a loot. Auger, Tevrajz leginkább kell. Megnézzük azon kívül, hogy mik vannak. Meg kaja, az nagyon kellene. És akkor lassan talán ki tudom váltani a vadászatot a kaja termeléssel. Nem tudom, hogy ezt lehet-e krumplit például megfőzni, vagy hogy működnek például a főtt kukoricát. Meg mindenféle dolgot kellene, meg ugye lehet, hogy egy yucca farm se ártana. Azt jó, érdekes, hogy ezt így megcsinálták, hogy csak ilyen erénybe lehet most már ilyen farm erénybe craftolni. És nem craftolni, hanem ültetni. Itt voltunk már? Mintha lettünk volna, nem? Voltunk a francot, itt van az a főváros. Ez a város. Szerintem ez elég kemény hely lehet. Sőt, szerintem ez egy brutálisan kemény hely lehet. Ja, majd ide egyszer elnézem. Nagyon ki akarjuk magunkat nyíratni. De végignézném ezeket a házakat. Jó. 4 óra 39. Ugye 6 órakor nyit, de addig akkor szedünk idejét. Szedünk klét. Lehet le is parkolok itt valahol. Na gyerünk akkor klét gyűjteni vagy a főbe. Jó néz ki ez a hely is. Na de figyelj, én itt 44 klét ad, az a nem mindegy. És már élsek is vagyok, hát de nincs kajánk sajnos. Meg kell várni, amíg kinyit a bót. Na, akkor egészen, amíg ki nem nyit a bót, 6 óráig, akkor klégyűjtésed, mi volt ez? Valami zörgött. Legalább kihasználjuk az időt. Legyen annyi kléjebb, amennyit nem sajnálok. Nem szégyellek. Ez nekem a klé, nekem egyébként ez a legnagyobb érvágás, mert még vasam is, meg mindenem több van, betonom több van, mint kléjebb. Jó, mondjuk egy óra alatt tisztán millió darabot kiszedek ám, és mindjárt megint szintet lépek. Na látjátok, tök jó volt meghagyni a skillpontot. Na most így például megtanultam, hogy kell szídet szerezni a különböző növényekből, amire mindenképpen szüksége van a keepernek. Bár aztán egy növényből kinyerni a magot szerintem a leglaikusabb ember is meg tudná oldani, nem tudom, hogy ez miért kell a skill. Nem?
Most a kukoricából, hogy kitek lenyelne, kinyelne magot, ebben mi a nehéz? Gyorsan, gyorsan. Hát gyerekek, 6 óráig azért nagyon rengeteg létszedek. Úgyhogy ezzel nem lesz gond. Úgy érzem, sőt, szerintem el is fog menni egy kicsit itt dugajkodni azon a környéken. Nem hiszem, hogy nem tudok kilutolni néhány házat. Lehet, hogy valami tök jó út lesz benne, amit meg tudnék szerezni, vagy el tudnék adni, vagy bármi, de... Figyeljetek itt most... Nem kell ennyi klé az világon. 6000-et összegyűjtök, az itt mezőlött is tök sokáig elég volt. Nem? Figyeljetek, egy félig, 5 óra 30-ig szedünk klét, aztán akkor utána nekiugrunk a... Nekiugrunk itt a szélső állat, kipucoljuk, hogy mit tudom én. Biztos kemény hely, de hát kipor meg még keményebb. Nem a... mi ez a sötét? Esik az eső, vihar lesz, ennél jobban nem utálok semmit egyébként. Na most már elment a kedvem, hogy kipucoljam azt a állat. Rüelle. Ma ebben a részben mindenképp a tárnákat meg akarom csinálni, leássunk. Azt megnézzük, hogy tényleg lehet-e ültetni, meg fog-e ott nőni. Sétálj nekem oda, jó, de jó. És ez a rohadt sötéte lenne. Jön az XP agyba főbe. Süssön már ki a nap, francnak esik állandó. Villámlik. Az igen. Jó. Na már 7000-nél tartok. Hát egy bőven 15000-et ki lehet szedni klét így. A, egy óra alatt itt. Ugye a másik helyen meg egy óra alatt a felét se. Ja, azért megéri. Megéri, megéri. El kéne mennem kalandba. Nagyon vonz engem az a hely. Na várjál már. Nehogy már ne menjek-e kalandozni. Kiégett földre. Mondja, ez nem a robbantott föld, ez a kiégett. Ez tök más, mint ahol én vagyok. Meg kéne nézni a lootokat, lehet, hogy még ilyen szemétben is jó lootok vannak itt. Úgy, lehet, lehet. De mennyi szemét? Rengeteg, nézd meg mennyi van folyamatosan. Figyeld, itt is, ott is végig, ez megint külön szemét ma. Ez megint külön szemét ma. Itt is mennyi. Hoppa! Mag. Gyerekek, itt a szemeteket érdemes áttúrni vagy. Rengeteg van. Jó, ki is sütött a nap. Jó, nézzük már itt a dolgokat, te. Tesó. Ez tök jó. Be is nézhetnék valahol. De mi volt ez a sok szemét egy kupacon? Várja. Ó, jaj, megint kezdődik a túlterheltség. Mond, láttam itt egy ilyet. Ez. Ja, be kéne valahol néznem, nem? Figyelj. Anyámban élek, macskám van, és ne legyek kemény. Várjál, tesó. Scrap, ez meg megy egy darab ilyen kis kutyaszar, meg kimegy innen. Na nézzük már ide be. Amúgy rendesen akarja ezen a helyen. Azt vágod? Egy csávód van benne. Ha szemébe világítok bele, nem ébred föl.
Na most az összefostam magam, keményen, hallod? Esküszöm. Mindenféle túlzás nélkül, mert majdnem beszartam. Hoppa, nem áll, hogy itt aludt. Öcsém. Te hülye vagy itt. Kapásból itt volt a lút. Hát itt volt az ajtó nyitás. Opció. Nem itt kellett volna bejönnem, hanem egyből a lúthoz jöttem. Őrület. Neha! Hallod, ezt beszarsz azért, nem? Az egy kicsit túlzásnak érzem. Jó, te fiú! 30 homokkal nem megyünk semmire. Tudom, kidobja a kíper, jaj. De 30 homok. Figyelj, a motoromba be kéne pakol. Ide, bazdra, hallod? Bejöttél, aztán kapásból a főútot megtaláltad, tök durva, nem itt kell volna bejönni. Aztán gondolom végig mentünk volna mindenhol. Hát de jó volt ez. Azért itt van, van cucc, tesó. Ide érdemes eljönni, de már annyit a bót, úgyhogy húznunk kell, úgyhogy lehet, hogy ezt itt is hagyjuk. De nem rossz a dolog. Nyitás van, és mi meg amúgy is éhesek vagyunk, úgyhogy kaja meg mindent nézünk, jó? Más annyira nem kell. Meg ki kéne pakolnom az olyan dolgokat, amik annyira nem fontosak, hogy nálam legyenek. Például ezt biztos, hogy megtartjuk, ezt is biztos, hogy megtartjuk. Ezt el akartam adni, tesó. Clay. Megtartjuk. Megtartjuk, ezt tudom, be kell volna szkepelni. Megtartjuk, megint esik az eső. Ezt akkor azért nagyjából tudom, hogy miket akarta eladni, ugye? Például ezeket. Jó, na nézzük, mi a helyzet. Nyissuk ki a kaput, meggyűjt a keeper. Ennek az épületnek meg nem mentem belsejébe, de szerintem nem is fogok. Nem. Oh, hello. Megfázik a kis hasad. Inventory! Na nézzük, mi van a szépben! Minibike, 18 000-ért. Jó, drágám az az. Shotgun messiás wall, Shotgun, 20%-kal lassabban degradálódik, annyira nem érdekel. Advanced bellow. Ez jó, mert ez egy gyorsabban olvasztja be a dolgokat, úgyhogy ez esélyes, hogy megveszünk, de azért megnézem még a dolgokat. Meg tudom lőni a lábát, és akkor lelassítja az ellenfeleket, például arra jó. És van egy izé is, egy scope-szerű, de ez inkább ilyen dot, ilyen red dot-szerű, amiknek annyira nem örülök. Még nézzük át a dolgokat. Az Advanced Bellow az valószínűleg menni fog. Minden esetre eladom én a dolgaimat, amik vannak. Ezt is eladjuk. Ezt is eladjuk. Meg ezt is eladjuk. 300-ba kerül. Kettes, ugye nekem meg van egy ötösöm, azért gondoltam, hogy eladom. Na! Akkor, ja meg a pisztolyt is eladjuk. Oké. Ezt meg nem adom el. Oké, és kacok, ja meg ezt akartunk eladni, ugye ennyi volt. 10 000-ünk van. Igen, ez jó lenne, mert gyorsabban olvasztanék. De várjál, nézzük még át a dolgokat. Hát, hogyha van valami, ami hasznos lehet. Mondjuk egy recept, vagy ilyesmi, abban is azért tudnék gondolkodni. Úgy látom, nem nagyon van nála más, ugye? Úgyhogy ezt lehet, hogy ekkor megvesszük ezt. Ezt nem veszem meg ezeket a sadnagyon messiás dolgokat, mert annyira nem érdekelnek. Meg ezt se, hogy most lassítom. Nem akarok érted nagyon pénzt adni. Inkább akkor nézzük meg a kajákat még, jó? Ja. 402-re ezt baromira nem fogom megvenni. Mennyit tölt egyébként ő? Ja, 50-et. Jó, hát ezeket... Megnézzük a izéjét. Na, hol lehet kimenni? Megnézzük a... ezt.
Mennyibe kerül 6 frontba? Hát nem sok minden kaja van értelmes, úgyhogy jó, akkor húzunk a francba, és akkor csináljuk a következőt, jó? Megyünk a következő helyre. Következő boltba, amit ismerünk. Jó, azt vettünk egy üzét, vettünk egy fújtatót az egyik... vettünk egy fújtatót, amelyik dicséretes, mivel sokkal gyorsabban fogja beolvasztani a dolgokat a olyan hely, amelyik van fújtató. Tehát mit, nem tudom, hogy mennyiszer gyorsabban, lehet, hogy 50%-a pontosan nem néztem után, de írtátok is, meg tudom is, hogy... Várjál már! Csak megnézem azt a táskát. Ja, a izét meg azért nem vettem meg. Az már az, az nem nagy itt, az egy red dot. Az meg engem nem annyira érdekel. Most, hogy legyen egy red dotom. Ezt kepelem, mert tudom, hogy jó dolog, de ezt kepeltük. Itt körülnézek, mert itt vannak izék. Van a kocsik, meg egy-két dolg, azt a hát, ha valami leesik, oda nézzé. Az be van építve oda egy rács. Ez csapda lesz? Kidezer a srác, hülye vagy? Nincs több? Szerintem ott már más van, meg itt van egy mentőautó, ezt még megnézem. Ezt már kilutoltam ezt a mentőt? Voltam erre? LOL! Erre nem számítottam. Bocs, hogy itt nézelődök, de nem volt hülyeség. Egyébként itt szerintem baró jó utok lennének, majd egyszer eljövünk ide. Egyébként arra is gondoltam, hogy ások a bázisomból kibásni ide. Az is egy full lenne. Jó fele jövök egyébként? Mi volt ez? Előre nézé? Lehet, hogy nem jó fele jövök? Jó fele jövök. Oké. Vágom, hogy merre vagyunk, oké. Megyünk. Ja, kajákat azért kellene nézni. Még tudok főzni most már lassan, mert ugye például öltünk állatot is. Itt egyébként mennyi személyed van? Ezeket hagyni? Oda nézd mennyi, hallod? Végig. Csak az... Ezt utálom, hogy nézd meg a szemétben, vannak jó cuccok. Csúnya dolog volt, ezt köpeltem, de... Hiába van ilyen, mert nem tudok készíteni belőle még. Hát, ha megfogom az Isten lábát, valamikor találok egy tök jó izét. Bármit, receptet, vagy egy augert, vagy a nem tudom. Azt nézem, ott mi a szar van? Ott a távolabb, mintha valami bánya lenne, de nem megyek el. El tudnék mászkálni ebbe a játékba, az órákig. Megint a 28-dik napon kell nekem itt szórakozatban, mi? Azt mondja, az, ja, ott a kánya, erre jöttünk, jó van. Itt van ez a rengeteg szemét. Itt egy víztorony, ebbe lehet, hogy ebbe is föl lehetne menni, azt körülnézni, de... Ja, jó, nem. A kocsit megnézzük, nem? Ez mennyire van szétütve? Nem, a másnap megnézzük a szemetet. Itt volt a nyúl, láttad? Az mennyi jó cucc, ha lőszer, AK lőszer, meg mit tudom én. Egyébként az volt a nyuszi. Annyi jó cucc van itt neki érdemes lenne egy végig menni, azt ledarálni minden. Már üld! Szevasz, haver! Vigyázz! Lol, az tök jó, hogy van fizika. Meg jó, hogy van ragdoll. Emlékszem, amikor legelőször játszottam ezzel a játékkal, nem volt ragdoll, hanem úgy volt, hogy lelőtted az amit, akkor lett belőle egy ilyen kupac szemét. És ráadásul így egymásra is tudott épülni, gyakorlatilag úgy szét kellett mindig verni. Később meg ilyen lopos volt, azt is szét kellett verni, ilyen beleg voltak, emlékszem arra is. Most meg már így eltűnik.
Jó, nyomjuk neki, elmegyünk a másik traderhez, utána az utolsóhoz. Azt megnézzük. Egyébként azt tudtátok, hogy minden tradernek van egy funkciója, például a csaj, az ugye gyógyszer, leginkább gyógyszerek vannak nála. Ahova most megyünk, az leginkább szerszámok és járművek. És van olyan, hogy fegyveres, van olyan, hogy páncélos, meg a csávó, aki még van itt a gyerekek jó fele. A csávó, akihez megyünk utoljára, az meg ilyen magok, meg ilyen mezőgazdaság, meg ilyen, ha jól tudom. Úgyhogy tök érdekes. Jó lenne egy tök gyors járműnek tökörülnek. Ez is jó. Ez egyébként a madaraknak a tetemben sokszor nem tűnik el. Ezt nem olyan értem, hogy hogyan. Az így megmarad. Nem, az igen? Mi a fűcsavó? Az kemény fű lehetett, bazek. Jó, sokat bejártunk. Azért ezen a környéken már nagyon nem érdemes. Tudom, hogy ott a város, de inkább akkor majd a robbantott földre koncentrálok. Ott is van egy nagy város, a robbantotton is. Mert az még talán nagyobb, mint amint az előbb átmentünk. Na, remélem, hogy lesz valami jó dolog. Ez a trader is baromi jó, hogy berakták a játékba, imádom. Hello, Averna! Inventory. Először megnézzük itt. Magnum. 15. Motor, bicikli. Kor. Minek a receptje? Nonpapa Moonshine. Hát itt ennél aztán megint baromira nincs semmi olyan, ami nagyon kellene, ugye? Ennél fúli. Ó, igen. Jó, másikban is lesz fújtató, legalább. Még egy. Megvan három. Háromban lesz fújtató. Egyébként ennek tudok örülni. Ez egy nagyon jó dolog. De viszont meg kéne nézni a kaját is, mert most már tényleg arra rá kéne feküdni, és hogy rá... De... Hú, de nincs kaja senkinél, apám! Van le van, mi van? Nagyon csóringerek. De meg ugye már nem kaja. Ja, nagyon csóringerek itt a dolgozók. Na, megyünk az utolsóhoz. És akkor a következő az az lesz, hogy még szeretném megcsinálni a lefúrni föntről a... Én kíváncsi vagyok, hogy tudok-e arra ültetni. Megcsináljuk a négyet, lerácsozzuk fönt is, lent is. Aztán akkor adjál neki, Sanyi. Tudom. Ne... Hú, azt is, arra is kell figyelni, 12 órakor nem lesz airdrop. Úgyhogy itt sok mindenre kéne. Van nálam üzemanyag, úgyhogy no probléma. Nem vagyok az utolsókhoz is. Hát nem túl sok kajánk lett. Egyébként már megfigyelitek, nincsenek is állatok nagyon. Azt is én láttam egy nyulat, meg egy tyúkot, meg egy rókát. Ezt egy lót. Pedig aztán próbálkozok szerezni. Mi ez? Ezek kipusztíthatók? Vagy mi egy területem, hogyha sokat vagyok, akkor eltűnnek? Vagy nem igazán értem. Csak újra kéne spórolniuk. Lehet, hogy a időn kellett volna az erdőben kicsit mászkálnom, mert esélyes, hogy ott ugye van szarvas, meg vaddisznó, ami sokkal nagyobb élő lény. De itt nem megnőttek a baloldali fák is? Na, végre megnőttek. Végre megnőttek. Itt nem tudom, hogy ezen az oldalon miért nőttek sokkal lassabban a fák itt a baloldalon. Mint a jobban, de itt most meg már megint annyi fá van, mint a sár. De Jézus Isten. Lehet, hogy már sűrűn raktam őket, azért nőttek lassan az oldalon? Van ilyen? Próbálok, mindig kérdezek tőletek. Hát, hogyha együtt rájövünk dolgokra. Ilyen 9%. Mi volt az?
pásztázomon terepet hát, hogyha meglátok valami kutyád vagy akármit. Zombi medve se jön újabban. Nem látok izéket. Nem látok olyan sok ellenséget. Vagy már nem lepődök annyira meg rajt. Ja, nem pop... Oh. Jó van. Megérte. Tízra push. Sörétesre váltunk, mert azzal azért könnyebb. Nem kell olyan pontosan, precízen célozni. Az a nyúl, ez jó volt. Elém ugrott. Most gyerekek, hogy az van, hogy menni kell a traderekhez, de muszáj ezt is csinálni. 3 naponta érdemes lecsekkolgatni a tradereket, ha küldetés nem is csinálsz meg, annyira nem akarsz nagyon venni dolgokat, mert hogy mi van nála. Mert ugye lehetnek például az a 3 fújtató, ez baromi jó. Ennek én iszonyatosan örülök. Sokkal gyorsabban olvasztja be a dolgokat. Ugye minden egyiben lenne fújtató, az lenne jó. Az üllőt, meg a másikat, azt igazából át tudod pakolni, az jó benne, egyikben a másikba, mert ugye az üllő, meg az öntőkád, az csak a kraftolásnál kell. A fújtató... Na, kifogyott az üdövagyagok, gyerekek. Legurulunk. LOL. A guruljál van, more. Ez tök vicces, még legurult. Majd nem, de várja, valamit nálam idem, hogy megtankoljuk. Nézzük, mi a helyzet. Ennél is lenne valami fújtató, vagy pedig amil annak, az tök jó lenne. Na, hello. Na tesó, mi a helyzet? Mit van? Mit van, ami érdekes lenne? Tiszalajk a több damage humánokra, ami marhára nem érdekes. Ez mi? Volt ez meg megint nem érdekel, akkor megint itt launchesztünk. Ezeket megnézem így, amik nem látszok. Vagy nem látszanak tőlem. Ezt tudnám, hogy mi a szar. Cement mixer, 7500. 1500 kerestem, nem volt mi, aztán nem is olyan drága. Hát jó van, úgy látom, hogy nem nagyon... Itt nem ütöttük meg a főnyereményt, úgyhogy akkor kaját fogunk venni. Jó, hát legalább az van nála. Meg még biztos, még kint is. Hol van a izé? Hol az automatát? Itt. Ó, jó van, lesz kaján. Ennek is tudok örülni. Ez food 5-öt ad, és viszonylag drága, úgyhogy ezt nem fogom elvinni. Meg ezek is ilyen food 5-öt adnak. Elvigyük? Elvihetjük. Mining Harvest, meg ilyeneket ad, ilyen buffokat, tök jó. Tudorva. Oké. Nos, kocok. Akkor húzunk haza. Azon gondolkozok, hogy gyorsan ki kellene pakolni, be kellene rakni a fújtatókat, át kell rakni az öntőformát, vagy nem az öntőformát, az öntőkádat át kell rakni egy másik kohóba, hogy legyen, ott is acélt tudjunk gyártani, abba rakjuk bele, amelyikben a legtöbb acél, a legtöbb vas, meg a legtöbb clay van, és akkor tudjuk nyomni neki. Ja, meg valószínűleg... annyi dolgom van, te Jézus Isten. Egy idő után kontrollálni mindent, amit csinálsz, meg akkor még jönni fog az elektromosság is. De legalább megszabadulnék attól, hogy el kell járnom varászni állandóan, én annak már tudnék örülni. Az már tök jó lenne. Elvileg azt hiszem 3 naponta nő meg a kaja.
vagyis a... minek nevezik? Növények három naponta nőnek. Ez úgy jó lenne. Három naponta tudok szüretelni, újra ültetni. Egyre többet ugye, lehet majd később bővíteni is azt a helyet. Na srácok, legjobb benne begördülnöm, de félek, hogy itt ez... Neki megyek ennek a szarnak. Na gyerekek, ez, eszünk is, mert miért nem. Mi a helyzet itt, gyerekek? Álljunk meg egy szóra? Ezt ilyenkor be tudom rakni? Be. A kövesbe nem fogok rakni, mert igazából pont az annyira nem érdekel engem. Jó. Ebbe van esély rá, hogy a cél ki fog jönni? Még 65 darab, úgyhogy nagyon jó. És akkor majd át fogom rakni. Oké, addig kirakom, hogy nehogy véletlenül elcsösszek bármit is. Meg akkor kirakjuk a... Várja már, ezt kefeljük le. Rakjuk először a kajákat. Ja, most lett bőven. Szóval. Ez is kaja. A kaja alapanyag. Ez is kaja. Jó, azért lett egy-két kaja. Igaz, hogy ezek olyan keveset nevelnek, hogy az őrület, úgyhogy a főzésre mindenképpen jön bará kell menni. Rakjunk már be ezeket. Vas. Stone. Please. Ólom. Egyéb craft. Alkatrész, egyébként ez a kipakolás, ez egy őrület szelves craft. Egyéb craft. Modifikáció. Alkatrész. Vas. És menjünk ki a többi cuccért természetesen, várja, egyéb craft. Megyünk ki a többi cuccért. Elvileg ott még van húsom, és akkor tudnék kaját csinálni, vagy sütni. De egy kicsit jobban nyomna a dolgokat. Jó. És minden sikerült felvenni? De jó, örülök neki. 9 óra 57. Folyamatos rohanás egyébként ez a játék. Na. Van-e még kaja alapanyagunk? Hoppá, ezt le is kellene scrapelni. Van 22, na ennek, de jó, örülök. Viszont ez lehet, hogy vissza is veszem. Egy darab tojással marad, de viszont nem örülöm. De jó, mennyi clay. Honnan lett egy darab acélnál egyébként, ezt nem bánom. Nos. Gyerekek, mennyi kacat, te Isten! Oké. Mi kell még ide? Nem is ide kellene. Egyébként a szarba jelenleg ide kellene, ezt fölőre. Jó, mindegy, ott marad. Jó. Kellene 2 elektromos, te faza. Gyerekek, lutóni nem ennyi, hallod? Lutóni nem ennyi. Ez nem jövök rá, hogy mi, azt majd írjátok meg, hogyha van kedvetek segíteni. Oké, és kacok, meg vagyunk mindenre, ugye?
Kaját kellene enni, mert le vagyunk amortizálódva. Együnk ilyen ideig különböző konzerveket. Minél többet. Aztán majd akkor megsütjük a többi kajcsit. És ez még mindig csak 10 akárhányot, na jó, most már töltjük keveset. Scrap. Vas, és akkor menni kellene fel, mert kellene azt is csinálnunk. Viszont akkor be, át kellene rakni addig a másik kohóba. Hogy állunk? 46. 18, ez csak egy percig csinálja, úgyhogy ezt itt most megállítom, és ezt az öntőformát, meg az ambilt, azt átrakom abba, amelyikben a legtöbb van. Ebben 8000, ebben 8000, 13000, ebben 11000, 15000. Úgyhogy ezt kikapcsoljuk, és ide mehet be ez, és mehet be ez, és akkor steel, ugye ez egyből tud csinálni 378 darabot, ami az egy kicsit barátébb mindjárt. A vasat ezt kirakjuk, és akkor fel tudunk upgrade-elni abból már ott kint minden. Jó, ki kellene mennem? Kellene innom egyet meg akkor esetleg, azt is csinálhatnánk, hogy ja, a piák is kezd el fogyni egyébként. Jó, ezt elviszem, meg vigyük ki ezt is, aztán akkor nem lesz vele gond. Föl kellene mennem a hegyre, és akkor a bedrollnál le kellene ásnom, hogy megnézzük, hogy akkor a fény az leszűrődik-e vagy nem. Egyáltalán, mert elméletben le kell, hogy szűrődjön, de gyakorlatban ki tudja, hogy ez hogy fog működni. A bedrollom, az meg itt van majd, ahogy följutunk. És pontosan ugyanott megpróbálunk ásni, ahol van. Hát ez is egy érdekes dolog lesz. Na gyerekek, hol van a bedrogó? Hol van a bedrogó? Még arra, 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 itt van valahol. És akkor nekünk az a lényeg, hogy pontosan ugyanott kell állni. Bedrogunkban 139, 11, 91-en, mi 140, tehát akkor nekünk kell vele menni keletre egy blokknyit. 139, meg mindig? Ja, nem? Jó. Ja, nem, vissza. Bedroll 140, 11, 91-en. 140, 11, 92. És eltértünk. Még most pontosan ugyanott állok. És ahogy leestem, ugyanott állok be? Hát, majdnem. Hát szerintem ott. Úgyhogy akkor adjál neki, Sanyi. Ez roppant érdekes lesz, hogy ezt sikerülni fog-e. Nagyon kíváncsi vagyok rá. De innen már ugye ki fogjuk tudni számolni, hogy a következő lyuk, az hova fog esni. Nem tudom, mibe fogtam, hogy ez működni fog-e vagy nem. Talán. Roppant kíváncsi vagyok tényleg. Bedrollom magasságát nem mutatja? Magasságát nem mutatja, ugye. Magasságát nem mutatja. Hú, hogy ez hogy fog sikerülni? De működik-e? Oh. Fény az bejön szerintem. Egyébként várjál. Ki van kapcsolva is szerintem ugyanolyan világos van. Ki van kapcsolva a lámpa? Mert elvileg azt írták, hogy vertikálisan bármeddig elmegy a fény lefele, csak oldalra két-hét blokknyit. Szerintem sötétedik itt gyerekek? Szerintem nem sötétedik, vagy igen? Szerintem pont ugyanolyan világos van itt is, mint legfelől volt. Hát ott? Tehát lefele a fény, az lejön. Tehát, hogy egy falapot meglátunk, akkor jó helyen járunk. Ugye?
ez baromira. Hoppa, hoppa, már látni, pont alattunk van. Jó vagyunk, jó vagyunk. Látni, hogy bedrolnak a zikonyát. Mindjárt, mindjárt. Gyerekek, sötét lett baszott. Hát, akkor az lesz a baj. Lehet, hogy nagyobb tárnát kell. Nem? Várjáma? Nem azért lett sötét. Szerintem azért lett sötét, mert esik. Tudni, hogy azért lett sötét, mert esik. Vagy így azért beborult. Elhiszed? Most tök hirtelen nem is mentem lejjebb, az sötét lett. Oda nézz, megint az izé, megint a nitrit. Tuti esik, vagy valami. Itt van az izé. Mit van? Dick! Nem jó helyen jöttünk ki. Igen? Nem, egyel odébb jöttünk ki. Jaj, de kár! De milyen kipa. Jaj, de kár! Pazze! Azért nem rossz, itt se. Nem tudom, hogy ez lejön-e a fény. De szerintem egyébként ott meg kéne nézni, hogy esik-e vagy valami. Már igen, mert itt is az alagútban is ilyen homály van ilyenkor. Viszont akkor ki kellene számolni, hogy... Várjál, álljál, nincs egy rohadt, de van egy rohadt blokkom. Hogy hol értünk le? Itt értünk le pont. Itt ugye? Ide. Jó, nem baj. Egyel odébb értünk, amint kellett volna. Viszont akkor annyi, hogy attól délre kell 1, 2, 3, 4 negyedik blokk. Attól ettől délre 1, 2, 3 negyedik blokkra kell ásni. Délre, oké? Okay? Ne felejtsük el. De egyébként tényleg azért van szerintem, izé van. Esik ottként. Mert imádkozzunk. Meg itt is úgy tűnik, mintha ilyen köd lenne. Tudja, esik, mondd azt, hogy esik ott két, ugye? Aha. Jaj, de jó, azért lett sötét, jó. Oké, akkor megpróbáljuk még egyszer. Akkor délre 4 blokk, ugye? Negyedik blokkra. Délre negyedik blokkra kell megcsinálni. Lássuk az összeset, és akkor megcsináljuk belül, berácsozzuk meg mindent. Hol a szarba van? Hol a szarba van? Ah, beleesek be, de képes vagyok rá, hogy beleesők a szarba. Hol van? Ott van. És itt is ugye meg fogom csinálni, hogy meg is halnék itt, nem? Persze, most itt föld legyen. Ja, ide is kell majd egy rács, meg igen. Akkor ettől délre, jajjaj, 4 blokk, ugye? 1, 2, így bazza. Ez sikerül akkor megint. Csak ki, bele szakadjak te. Akkor megőrülök. Hogy bele ne essek. Gomba! De jó, pont gomba van. Imádom. Ja, baj, be kell rácsodni itt is, mert tuti beleszédül valami zombi, vagy pedig én. Oké, várjál, 4-re. Nincs meg még? Fölötte ne legyen semmi, mert akkor nem fog működni. Várjál ma. Délre, ugye? Tőle délre. Arra van dél. Itt volt itt a lyuk. 1, 2, 3, 4. Akkor ott, ahol most van, ott kell leásnom. De körbe piszkálom, hogy legyen akkor hely. Hát meg itt van fölött, ez nem jó. Ja, innen jött Clay az előtt, mert ugye áskáltam itt fönn valamikor. Na, akkor itt kell, ugye? Itt kell leásni a gyerekek. Adjál neki. Nézzük meg még egyszer, nehogy elcsisszem. 1, 2, 3, 4. Oké, itt megyünk le. Jaj, de jó lesz. Roppant kíváncsi vagyok. Milyen az idő egyébként? Még mindig esik?
Na, kíváncsi leszek, hogyha... Hopp, eldrop! Dick! Várjál! Igen, most jelöli, most jelöli! Beállítottam, hogy jelölje, lemássunk, azt elmegyünk az eldropért. Azt a rohadt életbe! Várjál, jelöli még a térképen is, az ilyenkor, vagy hogyan van ez? Erre nézünk. És tudom, merre nézek, arra nézek. Térképen nem jelöli, aha! Azért, akkor, de meddig fog jelölni? Minimapon jelöli, de meddig fogja jelölni? Rohadt életben, hogy pont beástam magam ide. Nem hiszem, a gyerekek, itt annyi minden történik egy rész alatt, hogy kapkodom a fejem még én is. Végig sem bírom gondolni. Gyorsan. El kell menni a... az a idő. Eldroppél. Egyébként azt megfigyeltetek, eldropkor mindig esik az eső? Ha pont beásom magam egy lyukba, akkor van eldrop. Mondjuk 12-t megválhattam, voltunk róla. Ugye? Ugye megint szintet lépünk. 151 szintünk lesz. Remélem jó helyen állsok ki magam. Szeretem a szimmetriát meg az szép elrendezést, úgyhogy ez... mindig ez... ez tud zavarni, hogyha nem sikerülnek ezek a dolgok. Igen, látjátok, ugyanúgy sötét van fönt is. Meg lent is ilyenkor. Nem lett sötétem? Nem, szerintem. Csak attól miért van sötét, tudja, hogy esik. Tehát ugyanolyan. Egész végig. Meg kipróbáljuk, 3 nap alatt kiderül, gyerekek. Nyomjon neki! Mutatja még az eldroppot? Mutassa hát, jó. Akkor mutatja földön is. Ezt bekapcsoltam, mert annyira idegesítő, hogy állandán keresni kell, gyakorlatilag az idő megy vele el. És milyen durva, hogy pont azon a szinten, ahol látjátok? Ezt mondtam, hogy ott pont ilyen nitrit rétegbe érkeztem bele. Amikor ugye ástam ki ezt a nagy lyukat, és itt végig az volt meg vas. Aha, pontra estem. Nagyon jó, oda nézzük, hogy milyen jó néz ki. Baromi jó, jó lesz, hogyha be lesz rácsozva meg minden. Á, nagyon jó, várjál ma. Hoppá! Szerintem érezhetően van fény, nem? Hát meg még mindig izé van. Hoppá, nem menjünk el az eldroppért. Még mindig esik az eső, majd meglátjuk. Jó, de egyébként annyira örülök neki. Tök imádom ezt az egészet. Nem menjünk az eldroppért, nem tudom meddig mutatja. Lehet, hogy csak egy órán keresztül, úgyhogy 36-ban, úgyhogy húzzunk már bele. Rohadt sötét van. Hopp, itt meg az acél ég. Be kell acéloznom az egész késő részt, ezt, hogy ugye szuper érettségem legyen. Merre van az eldropp? Arra. Menjünk arra. Hol van a motorom? Hát valami jót, egy szkópot adjál már, vagy valamilyen. Nem hiszem el. Nem is tudom a... Ugye amikor volt a Human Horda, valakinek az első napon megkapta a szkópot. Én meg már itt vagyok a 28. nap, és még mindig nincs meg. Az egyszerűen nagyon röhely. Hol van? Térkép akkor nem mutatta? Mutatja? Várjál már. Akkor elvileg tőlem lejjebb van. Na. Nem mutatja. Érdekes, hogy csak a minimap mutatja. Lehet, hogy csak egy órán keresztül, vagy nem tudom, hogy működik, de nagyjából tudjuk, hogy merre kell keresnem. Aha, ott van 400 méter. Jó sok, basszus. És pont egy olyan rész, ahol még nem is jártam, ha jól tudom, mert ott ilyen homályos volt, tehát hogy azért nem mutatja a mapon. Halljátok, az utolsó, 28. nap, azt megint itt tökölök, de egyébként a bázisom az tök jó, úgyhogy azért annyira nem parádok. Na, hát ezt kifogtam, hogy sem. Aj, ki kellene ilyen keverednem. Menj már. Sikerült. Hülyeség.
Ugye az a hegyvidék, arra sem nem ette meg. Itt jobb lehet volna végigmegyek az úton, mi? Na meg még ez is. Hát beszarok, komolyan mondom. Jó, most egyelőre nem fogok itt. Nem fogok neki állni, láskálódni, de hallod? Hogy jöttem volna az úton, jobban járok, mint a hegyen keresztül. Na hol van már, hát megőrülsz. Megkerültem a félvilágot. Nyugi van, gyerekek! Loot keresés van, loot! Na! Menj föl! Oda nézd, hogy hallod, hova kell beesnie? Jó, hogy nem izé, bazd meg. Vízbe esett? Megőrülsz, vízbe esett, figyeld meg. Most ez mi? Most ilyen komi? Hallod, föld alatt? Ez most bebugó volt? Most meg... Nem hiszed el, hallod? Ez bebugó volt. Kettő egész két méter, egy egész két méter, kettő méter, kettő. Hát látnod kellene, 1,6, 1,6. És alattam van, vagy fölöttem, most már nem is tudom. 2 méter. Ezt nem hiszed el, hallod? Hogy nem, nincs itt. És ugye nincs lejjebb, mert így vagyok legközelebb hozzá, 1 méterre, elvileg egy blokk távolságra lenne, tehát nem alattam van. Nem hiszed el, eljöttem érte, hallod a zombi. Akkor, amikor támadnak a zombik, és erre van az a... Bagos ez a hülye jel. Nem hiszem el. Komolyan mondom, megőrülök. Hát te fiú, hallod. Most a... Kösz játék, komolyan mondom, tök jó vagy, kösz. Mondom, bejelölöm, hogy hova esik, tök jó. Nem kell keresgetnem, erre meg izé hibás. És eljöttem erre, itt vagyok baza a városnál, hallod? És amire hazaérek, nem fogom tudni befejezni a... Ja, nem a városnál vagyok, jó, tudom hol vagyok. Azt hittem eljöttem a városig, itt vagyok a templomnál, jó? Nem vagyok messze otthonról, oké. Itt van egyébként a híd túloldala, ide át tudnám magam ásni, hogyha úgy lenne. Aj, most a csalódott vagyok, gondolom ti is. Eljöttünk fölöslegesen idáig. Itt kell, elvileg arra elmennem. Csalódott a Keeper. Csalódtam nagyot! De viszont meg akarom nézni még ebbe a részbe, vagyis még most meg akarom nézni, hogy bejön-e a fény most, hogy van-e ott fény. Tyuk! Ezt a pont most lassítson le ez a szar. Motorom meg visszacsúszott, tudom. Muszáj volt. Kell a kaja. Hello, haver! Nem veszek fel stopposokat, meg ez az én motorom, motoros csávó. Majd éjszaka gyere 10 óra után. Megdumáljuk.
Valahol egy kutya ugatott egyébként, tehát hogy a sziklánál. Na jó, oké. Okay. Legalább közel vagyunk már az otthonunkhoz. Itt a mi kis erdőnk. Ez a rész megint egy olyan pörgős volt, meg olyan sok minden történt, hogy néha azt sem tudom, hogy merre van előre. Leszivatott minket. Egyébként hogy meg tudsz szivatni akkor, hogyha nem jelölteted meg, és akkor úgy nagyjából mész arra, és ugyanígy eltűnik, és akkor keresheted, érted? Napestig, és nincs eldrop. Tök cukker. Na, de legalább oda megyünk, meg ki tudjuk próbálni, hogy akkor van-e. Nehogy megint megeledjük. Nem hiszed el, hogy megint megeled az esőjét. Nem hiszed el, komolyan. És megint nem tudom megnézni. Mondom, itt megnézem, és akkor... De jó lesz. De talán nem. És spentünk egy órát itt körbe, a semmi érve az. Ugye. Hát valószínűleg nem tudok már kint. Vacilat kell megnézni, fel kell upgrade-elni a cuccokat. Na megnézzük, hogy most mi a helyzet ott a... Érte. Ja, most nincs idő, most nincs ilyen eső, mert akkor ilyen körösnek látszik a távolban lévő dolog. Na, kíváncsi vagyok rettenetesen. Figyelj, most elvileg bejön a fény, nem? Szerintem. Akkor majd ugye csinálok még ide, meg oda. És akkor, ja, meg kell csinálni a rácsokat. Hát kíváncsi leszek. Nem tudom, hogy, mi, hogy működni fog ez. Bízunk benne, de most erre nem nagyon van időm. Meg kellene csinálni az upgrade-elést. Mert most már nem megyek fel semmiképpen a... oda, fölőre. Bár aztán lehet, hogy felmegyünk, de egyelőre most a más a prioritás. Leálltak a kovók, bassze. Ó, a hülyek. Leálltak a kovók, gyerekek, 160-nál. Az azt jelenti mondjuk, hogy bőven eltelt már egy óra. Gyerekek! Sok a meló, sok a meló. 224-et fel tudok upgrade-elni, azt mindenképp meg is csináljuk. Ah, mennyi munka van, mennyi mindent kell csinálni. Meg olyan szinten elbúrjátok a dolgok, hogy ezt el nem tudjátok képzelni. Hát mi van itt már, nem? Amúgy jól sejtettem, hogy kb. Zombi hordára fogom fel... tudni felupgrade-elni ezt az egészet full a célra is, és végén még igazam lesz. Megint szintet léptünk. Ugye majdnem full a cél már az egész, itt rács... rácsok közül van még egy-kettő, amelyik nem az. Eser is fogyott, jó. De viszont még éjszakáig meg lesz. Hát nagyon kis százalék a rácsoknak, talán 10-12 darab, az amelyik nem a cél. A körve meg minden a cél, még ott a jó lett volna... Mi a szar? Ez mi? Ez a... Ilyen szar a durability-je ennek a jelenleg? 132, hát nekem nem csak könnyen szétverik. De ennek a csapdának nem csak értelmét látom így. Jó van gyerekek, hát első védelmi zóna. Ez ott itt volt a védelmi zóna, úgyhogy plusz egy védelmi zónát kaptunk. Kíváncsi vagyok 28. napon, hogy mennyire fog ez még lenni. De hogy a rohadt életben, hogy megszivatott a csép, itt mutatja, nézd meg, hát mutatja egy térkép is. Itt mutatja, és nincs ott a bazza. Ott ástunk, ugye ott a lyuk. Ott a lyuk. Na jó van gyerekek, szerintem elbúcsúzom. Köszönöm szépen a figyelmet, kíváncsi vagyok, hogy ez működni fog-e. Tényleg nagyon. Négy darab lyukat, vagy kettő lyukat még ások. Ha figyeljetek, ha nagyon működik egyébként tovább is gondoltam, akkor lehet, hogy azt csinálom, hogy egy ilyen full összekötöm ezt a ezeket így, és akkor kiásom az egészet. Körbeásom, azt leszakad. Leszakítjuk. Ilyen. Bum! Leesik egybe, tömbbe. Na, de elbúcsúzom. Mert megint rossz, rettenetesen hosszú a rész. Nem tudom, remélem, hogy ez működni fog. Azt írták, hogy vertikálisan akármennyi magasságba lemegy a fény, akár az alapkőig is, viszont szélességben horizontálisan nem megy sokáig, hanem 7-7 blokk két irányba. Vagyis minden irányba, ugye egy ilyen körbe 7-7 blokk. Hát remélem, hogy ez így is lesz.
és működni fog az egész. Egyébként itt sötétebb van szerintem, mint ott. Na, majd meglátjuk. Na, gyerekek, nagyon szépen köszönöm a figyelmet, jók legyetek, vigyázzatok magatokra, a következő részben valószínűleg be fogjuk iktatni akkor már a zombi hordát is, úgyhogy egy ilyen nagyon hosszú résszel fogok érkezni. Szevasztok!